Holnap írják alá az ellenzéki alakulatok a Románia európai elköteleződésének megerősítéséről szóló paktumot, amelyet Klaus Johannis elnök hirdetett meg. Az államfő a május 26-ai LP választásokkal egy időben megszervezett referendum után tartott konzultációs sorozaton azt mondta, kezdeményezése a népszavazás eredményének gyakorlatba ültetését célozza. A Kotrocseni palotában szervezett ceremónia keretében írják alá a pártok képviselői a Klaus Johannis államfő által kezdeményezett paktumot. Ez az elnök szerint azt tartalmazza, hogy az aláírók vállalják, bevezetik a jogrendbe a népszavazás eredményeit, azaz annak a megtiltását, hogy korrupciós bűncselekmények esetén amnestiát vagy kegyelmet gyakorolhassanak, illetve annak a megtiltását, hogy a kormány a büntetőjoggal kapcsolatos sürgősségi rendeleteket hozzon, összehangolva azzal a lehetőséggel, hogy ne csak a nép ügyvédje fordulhasson az alkotmánybírósághoz a sürgősségi rendeletek kapcsán. Az államfő ezek mellett az alábbiakat is belefoglalta a dokumentum tervezetébe. A in Átültetni a jogrendbe a közhivatalnokok integritásának biztosítását, az igazságügyi törvények átvizsgálása, beleértve azokat a sürgősségi rendeleteket is, amelyekkel ezeket módosították, teljes egyetértésben a Velencei Bizottság és az Európai Bírák és Ügyészek Konzultatív Tanácsainak ajánlásaival, valamint az Európai Bizottság és a Greco jelentéseivel. A paktumot azonban nem minden politikai alakulat írja alá csupán a négy ellenzéki párt, a PNL, -E, az USZR, -E, a Prorománia és a PMP. A PCD a dokumentum kiegészítését kérte, elsősorban az ügyészségek és a titkos szolgálatok közötti paktum elítélésére vonatkozóan. Az RMDS a sürgősségi rendeletek teljes mellőzése mellett foglalt állást. Az ALD a pártok közötti tárgyilagos egyességet sürgetett. Klaus Johannes azonban csak azokat a pártokat hívta meg a holnapi ceremóniára, amelyek fenntartás nélkül támogatják az elnöki hivatal verzióját.